Sziasztok! Hozzám is megérkezett a Femini Box, ami egy nőknek szóló meglepetés doboz, és direkt nem úgy fogalmaztam, hogy Beauty Box, mert nem csak szépségápolási termékek szoktak benne lenni, hanem néha könyv is van benne, lakberendezési kiegészítők, akár öltözködéshez kiegészítők, ékszerek, mindenféle szuper dolog a sminkeken és a kozmetikumokon túl is. Úgyhogy ha titeket érdekel ez a videó, akkor bontsuk ki együtt ezt a dobozt, és nézzük meg, hogy mi lapul most benne. A dobozt egyébként tesztelésre kaptam a Femini csapatától, amit ezúttal is köszönök, úgyhogy ez egy PR ajándék volt, és nagyon izgalmas szerintem ezeket a dolgokat kibontani, ismerkedni márkákkal, tényleg újdonságokat bevezetni, akár a bőrápolási rutinba, akár a testápolásba, akár megtalálni azokat a brendeket, amire az ember aztán nagyon lelkesen bólint rá, és vásárolja továbbiakban a termékeiket. Úgyhogy szerintem tök jó lehetőség egy-egy ilyen beauty box, vagy bármilyen összeállított meglepetés doboz, legyen ez akár könyves, akármilyen témájú. És amit még el akartam nektek mesélni, hogy felkértek a következő doboznak a nagyköveti pozíciójára, de sajnos nem tudom elvállalni egyéb családi dolgok miatt. Viszont nagyon jól esett ez a felkérés, és hát ezúton is köszönöm szépen, és hát majd reméljük, hogy lesz olyan doboz, amiben egy kicsit bele tudok folyni, aminek a kampányába egy kicsit részt tudok venni, és amiben esetleg belelátok egy kicsit, hogy hogyan zajlik egy ilyen doboznak az összeállítása, mert nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy majd lehet, hogy tavasszal, vagy valamikor erre sor kerül. Meglátjuk. A doboz általában valamilyen tematika szerint épül fel. A mostani az őszi, és hát láthatjátok, hogy ezt a szalag is szépen reprezentálja, gyönyörű szép arany leveleket láthatunk, és nekem nagyon tetszik ez a természetes vonulat, úgyhogy most le is veszem róla ezt a kis szalagot, és lesek, mert itt van előttem a laptop, hogy mit is írnak most erről a dobozról. Ez egy limitált példányszámú, valódi szépség őszi kiadás, tehát ez főleg ugye szépségápolás lesz, de van benne környezettudatosság, és egészség is szerepet kapott benne. Igen, 9 plusz 1 csodás meglepetés található benne, és most szépen kinyitjuk, mert a többi részét nem akarom lelőni a poénnak. Ugye itt van a kis papírka, ami a borítást szolgálja, és itt vannak benne a termékek, illetve rengetegféle kupon, ahogy így elsőre ránéztem, meg vannak benne szúróanyagok, amik aztán a márkát, illetve a terméket hivatottak bemutatni. Mint mindig, most is van benne egy ilyen kis magazinka, ami bemutatja a termékeket, a márkát, illetve ajánlásokat tesz. Ezt mindenképp lapozni fogjuk közben, mert meglepetés, és én se tudom, hogy mire számítsak. És hát belülről a doboz az így fest, egy kicsit már össze-vissza van, mert a futár eléggé meggyümösszelve hozta. Mostanában szokásuk a futároknak, de hát nyilván túl vannak terhelve, úgyhogy én megértő vagyok, de azért néha nézek egyet, hogy hú, mi lesz ebből, mi törik össze, és mi marad egyben. Írjátok le, hogyha van valami, nem tudom, tapasztalatotok, vagy ti is észrevettétek ezt, vagy csak az én futáraim lettek szegények, túl terheltek. Ez olyan érdekes. Kezdem az elsővel, ami egy ékszer. Mondtam, hogy nem csak szépségápolás lesz benne. Ez a napfény ékszer, amiben van egy rózsakvarc. Talán ez az egyetlen ásvány, amit fixen megismerek, meg a tigris szem. Szóval van benne egy rózsakvarc kis karkötő, ami ilyen állítható, igen, állítható. És az van ráírva, hogy aki fel akar törni az égbe, annak hinnie kell a saját csillagában, Jókai Mór idézet. És eperkvarc, tévedtem, tehát ez nem rózsakvarc, javítja az életminőséget, fokozza az életörömet, növeli a koncentráció képességet, hát erre van szükségem néha, erősíti az immunrendszert, szabályozza a vérkeringést, harmonikussá teszi a szerelmi kapcsolatunkat. Na, hát ez szuper. Egyébként ti hisztek ezekben az ásványokban, hogy bármilyen plusz energiával látnak el, vagy hatást gyakorolnak az életünkre? Én egyébként annyira nem vagyok szkeptikus, én nagyon nyitott vagyok az ezoteria iránt, de nem tapasztaltam azt, hogy amikor én hordtam ilyen ásványi ékszereket, bármi változott volna.
de ha nektek van ilyen jellegű tapasztalatotok, azt szívesen elolvasom. A következő termék, megnézzük, mit ír a napfény ékszerről. A napfény ékszer kiegészítői olyan kézműves ásványkarkötők, amelyek nagy odafigyeléssel, szeretettel készülnek, kedvenc ásványod mindig veled lehet, legyen az karkötő, nyaklánc vagy fülbevaló, a karkötő gumis damia, kötél vagy sodrony alapúak, így tökéletes választás, akkor is, ha ajándékba szánod, sok-sok színes zsinór és ásvány közül tudsz választani, minden ásványnak megvan a maga jelentése és hatása, sőt a hagyomány szerint az egyes ásványok kötődnek bizonyos születési időpontokhoz, hónapokhoz, horoszkópokhoz. Hát igen, onnan tudom a tigris szemet, mert az ikreknek elméletileg az a szerencse köve. Nézzük tovább, a következő termék, ami már itt várja, hogy kiemeljem, az egy True Ripley parfüm, és meg is nézzük. A Ripley márka az eredetiséget, bátorságot, az innovációt képviseli, könnyedén viselhető, mégis egyedi illata. Van a múlt divatjának újraértelmezése a mai megközelítésen keresztül, a jövőbe tekint, mégis klasszikus régi elemeket megtartva. 1978-ban alapított olasz divatmárka nagy hangsúlyt fektet a hitelességre, a minőségre, a klasszikus elemek újrahasznosítására. A divat kollekciók egyedi stílusát ülteti át a parfümös üvegbe, modern, fiatalos illat másik divatirányzatot képvisel, ugyanakkor az eredeti, hiteles személyiséget hangsúlyozza. Mindennapi, könnyen viselhető, mégsem magától értetődő. Én erre kíváncsi leszek. Azt tudom, hogy az első boltok között volt itt ilyen divatbolt a Ripley, vagy Ripley-nek mondják, ugye? És hát kíváncsi vagyok, hogy mit tud, van rajta egy ilyen kis gumi, amit leszettem, és ú, de menő a csomagolása, nézzétek már, ilyen karton, kartonos. És ezt hogy tudom kinyitni? Aha, itt ki tudom tolni, és egy csomó karton, de jó. Ilyet én még nem láttam, ez nagyon tetszik, ez tök jó ez a megoldás. Esküszöm. Plusz ez legalább ilyen lebomlós, jó, volt rajta egy fólia, de ez papír. Nézzük, az üvege is nagyon szép. Nem rossz, kicsit túl édes az én illatvilágomnak. Direkt így szagolom meg, és nem magamon, mert akkor változik az illata, és próbálom így beazonosítani, hogy így külön tetszik-e, mert lehet, hogy magamon amúgy fog tetszeni. Nagyon jó kis virágos illatnak tűnik. Érzek benne egy kis bőrt, én nagyon szeretem a bőrnek az illatát. És tényleg egy fűszeres illatról van szó, nagyon mutatós, és ez tényleg a táskába bedobós illat. Kár, hogy nem írták le az illatjegyeket, mert szívesen elolvastam volna, ugyanis én nem vagyok elég jó szaglóképességgel megáldva. A következő termékről viszont tudok majd beszélni nektek. Ez a Revolutionnek, ami a Makeup Revolution márka, ugye a highlighter palettája. És pont tegnap valaki mondta, hogy ő neki ez az a sminktermék, ami törötten, mármint úgy, hogy letört a teteje, úgy is használja, mert imádja, és én ennek a lánynak nagyon adok a véleményére. De arra gondoltam, hogy rengeteg sminkterméken van, highlighterekről ne is beszéljünk, úgyhogy én ezt ki szeretném közöttetek sorsolni, ezt a palettát. Úgyhogy ez egyben egy nyereményjáték is, és nektek szeretném adni. Most fog úgyis lejárni a mai nap folyamán, amikor felveszem a videót, az előző palettás játék, úgyhogy most ezt úgy nézzétek meg, hogy ez igazából a tiétek lesz. Gyönyörű, szép, három árnyalat található, egy bronzosabb, egy ilyen pezsgőszínűbb, és egy ilyen neutrálisabb, ha highlighternél lehet ilyet mondani. És igen, és hát ez egy jó nagy termék, ami 1000 évre elég. Úgyhogy, ha szeretnétek játszani, akkor mindenképp érdemes, és gyorsan meg is nézem, hogy mit írnak róla. Hát, ha valami plusz információval tudok szolgálni. Egyébként ez a bónusz termék, úgyhogy tök jó, hogy én ezt ki is sorsolom köztetek. Szóval a Revolution márka 2014-ben Makeup Revolution néven indult el világhódító útjára, amikor is a londoni lakásának konyhájában az alapító Adam Minto egy olyan make-up brandet álmodott meg, amely minden addig normálisnak mondott értéket figyelmen kívül hagyva forradalmasítja a sminkipart. Magas minőségű, professzionális dekormárka, mely mindenki számára elérhető. Ez volt a Revolution küldetése,
startupként 2014 márciusában, és maradt ma is globális világmárkaként. Hiszünk abban, hogy professzionális smink nem kiváltság, hanem mindenkinek jár, bárki számára elérhető. Fú, nekem most nagyon szimpi lett ettől ez a márka, tök jó, én ezt nem tudtam, hogy ez volt a küldetés. Az tény, hogy egy olcsó márkáról beszélünk, és vannak rohadt jó termékei, meg nagyon sokszor egyébként lemásolja a felkapott menő márkákat, ami hát valaki szerint nem etikus, valaki szerint meg miért is ne lehetne másolni, koppintani és próbálkozni, hiszen miért ne? Nem tudom, ebben megoszlanak a vélemények. A Revolution ünnepli a sokféleséget, a tökéletességet, tiszteletben tartja az öltözködés, támogatja a szépséget annak valamennyi végtelen formájában. Fogyasztóink véleménye, igénye és kérése számunkra elsődleges, folyamatos termékfejlesztéseink, innovációink, az ő közvetlen visszajelzéseik ihletik. Na, és én az ilyen márkákat szeretem, és ennél ki tudom emelni a pupát, akinek ugyanígy érezhető, hogyha bármilyen észrevétel van, vagy bármit mondanak bloggerek, vagy tényleg bárki, akkor a márka megpróbálja beépíteni, és tényleg a következő körben alkalmazza. Ha például valamelyik kiadásánál potyogott a szemhéjpúder, akkor a következő dolog kiadásnál ez nem fordulhatott elő, és ezt én nagyon-nagyon nagyra értékelem, mert vannak baromi nagy márkák, akik leszarják, hogy ki mit mond, és hát azért is igazából csak a nevüket fizeted meg, és nem a minőséget. Termékeikkel büszkén hirdetjük, hogy a márka nemtelen, kortalan, sokszínű és innovatív. Ezek a mi legfontosabb értékeink, amelyekért harcolunk és dolgozunk nap, mint nap. Na jó, én több Revolution-t fogok vásárolni, mert ez nekem most nagyon tetszett ez a leírás, és egyébként ez a Love Brands-nek a forgalmazásában került be a dobozba. Nézzük tovább. Van itt egy Revalid csomag. Ugye én a Revalidot, meg szerintem ti is, a vitaminjáról, a hajköröm vitaminjáról ismeritek, és tudom, hogy van sampon meg mindenféle kiadásuk, de sosem próbáltam még. Amúgy egy kis travel size kiadásban érkezett, és van egy tök jó vízhatlan, és ez tényleg vízhatlan kis neszeszer, ami nagyon sokszor praktikus, például a fogkefét, meg az ilyeneket én szívesebben teszem bele egy ilyenbe, meg fogkrémet, ami kifolyhat, meg amúgy is. Szóval ez tök jó. És nézzük, hogy mik ezek a termékek, mert három termék sorakozik benne. Közben meg is keressük a Revalidot, ami itt van. A hajregeneráló rendszer olyan termékekből áll, amelyek egymással együttműködésben erősítik, táplálják és revitalizálják a száraz és élettelen hajat, különleges formulái javítják a haj szerkezetét, rugalmasságát, kezelhetőségét. Megnéztem, hogy jól tartom-e. Szóval van egy hajerősítő sampon, van egy hajbarzsam és egy regeneráló hajpakolás, ami mint tápanyagokban gazdag, pantenol is van benne, zabkivonat, meg búzakivonat. Hát erre kíváncsi leszek. Én szeretek amúgy a hajammal úgymond kísérletezni, hogy milyen samponok, barzsamok jönnek be, mert hát egy hisztérika. Ezt szerintem látjátok. Úgyhogy nem rossz dolog, hogyha az ember kipróbálja. Az illata nagyon natur, amit én szeretek, mert ha különböző ilyen hajcuccokat magunkra kenünk, akkor gyakorlatilag egy parfümériának a káosztát érezzük utána magunkon, legalábbis én, és engem ez zavar. Igen, nagyon-nagyon neutrális illata van, tehát ugye ebben nem igazán van szerintem parfüm, vagy nagyon minimális. Úgyhogy ezt is ki fogjuk próbálni. Van itt egy méregtelenítő tea, ezt szerintem valakinek el fogom ajándékozni, mert én ilyeneket nem nagyon szeretek inni, meg a gyógynövények azok tök hasznosak, de én most egy másik feladat előtt állok, és a szervezetemre most nagyon odafigyelek pont ezért, meg nem a méregtelenítése fontos, meg amúgy sem hiszek a méregtelenítésben, mint olyanba, mert ilyen nincs, nyilván ezt csak így ráírják a csomagra, ettől függetlenül lehet tök jó, jótékony hatása, lehet vízhajtó hatása, de ez a megnevezés ez nekem nem szimpatikus annyira, mert nem kell méregtelenítani a szervezetet, arra ott van a vese, meg a máj, és ez most nem annyira kritikaként gondolom, tudom, hogy ezzel a megnevezéssel nyilvánvalóan többen kapják fel a fejüket, de szerintem teljesen fölösleges, inkább valami más névvel nevezném el, és leírnám azt, hogy vízhajtó, hogy gyorsítja az anyagcserét és társai.
Amúgy ez az Upco márka. És ezt a, nem a doboz kritikájaként illettem, inkább a márkának javasolnám. Az Upco tea Magyarország egyik legjobb teakeverékeket gyártó cége, termékeik 100%-ban naturteák, amelyek nem tartalmaznak adalékot, ízük mégis különleges és kellemes. Az összetevőt gondosan megtervezzük, gyártás minden aspektusára figyelünk, teáink létrehozásakor kiemelt figyelmet szentelünk annak, hogy ízletes, ízesítés nélkül és jó eső érzés legyen elfogyasztani, bocsánat, a diszlexiám néha előugrik. A cél minden esetben az, hogy vásárlóink kiegyensúlyozott, egészséges életet élhessenek, az olyan megoldás teának köszönhetően, mint a fogyasztó teakeverék, reflux teakeverék, vagy szoptatós teakeverék. Szóval, igen, nézzük tovább. Ez mi lehet? EcoMind. Ez valami, vagy megy valahová. Mindjárt megnézem, hogy mit, csak előtte kikeressem nektek. Itt van. Az EcoMind webshop egyes, tudom mi ez, most már, hogy meg is néztem, szívószál, csak ilyen egyenes, és jó széles maga a kis ürege, és van hozzá egy kis kefe, ami gondolom tökéletesen illeszkedik bele. Amúgy újra meg a kezem, mert cipekedtem, megpakoláztam, és még nem pihente ki magát. Meg egy kicsit stresszelek is, szóval ez nagyon jó, meg nagyon jó, hogy van egy ilyen vászontasakja is, és az EcoMind webshop az egyes élethelyzetekre ajánl a látogatóknak termékeket. Például az útközben kategóriában termoszok, bevásárlózsákok, fémdobozok, bambuszevő eszközök találhatók. Minden, amivel csökkenteni lehet az utazás, városi lét közben keletkező hulladékot. A fürdőszoba kategóriában többek között bambuszfogkefék, fogpor, kézműves szappan, üvegtárolók, mosható vattakorong, sokszor használatos fültisztító pálcika található. A konyha kategóriában hagyományos műanyag tisztításhoz használt konyhai eszközöket kínál alternatívákat. Megtalálhatók itt a kókuszrostból készült kefék, lufa szivacsok, bambusztörlőkendők. Folyamatosan keresünk a kapcsolatot magyar gyártókkal, igyekszünk szem előtt tartani, hogy minél kevesebbet utazzanak a termékeink a beszerzés során. Külföldi beszállítóink kiválasztásakor feltétel, a gyártási és szállítási folyamatok etikusan és környezettudatosan szervezzék meg. Hát ez baromi jól hangzik, gyerekek. Nagyon tetszik a koncepció. És mondanám, hogy bár én hoztam volna létre, mert ez nagyon jó dolog, úgyhogy hát erre nem hozunk létre akkor vállalkozást, mert már van, és ez tök jó. Úgyhogy én is javaslom nektek, hogyha szívószára van szükségetek, nyilván nem akartok vírushelyzetben, tudom, hogy sokan nem akarnak a pohárral érintkezni, mert esetleg nem úgy van elmosva, akkor vigyétek magatokkal, és ne a műanyaggal szennyezitek a környezetet, illetve még vannak ugye különböző más anyagból készültek, nem csak fémből, hanem papírból, ez is tök jó dolog. És ezt már egyre több helyen látom, hál' Istennek. A következő az az Activé Fiber Shake, méghozzá magyaróvajas ízben. És ezt elolvassuk, hogy mit tud. Itt van az első oldalon. Activé egy egészséget tudatos fiatalember, Vadász Bálint indította útjára azzal a céllal, hogy egy egyedi, gyönyörű és innovatív termékkel minél könnyebb és élvezetesebbé tegye az egészséges életmódot. Ez olyannyira sikerült, hogy az első termék, a Fiber Shake 2019-ben elnyerte a Radon World fődíját, 2020 elején a World Food Innovation Worst díját, és a világ legjobb 4 egészséges élelmiszerek közé választották. Már 6 ízben elérhető, egy rostsék magas fehérje tartalommal, természetes édesítőszerekkel, ideális rohanó hétköznapokon, másodpercek alatt elkészül, magas rost tartalma miatt órákig telít, egy perc után krémességként fogyaszthatod, de várhatsz 4 percet, akkor sejmes pudingá. Már készülök teljesen növényi alapú változat is, úgyhogy tök izgalmas. Nagyon szeretem, amikor magyarok kitalálnak valami tök jó dolgot. Ez is tetszik. Egyébként Ádám szokott ilyeneket nagy biciklizések, meg túrázásokkor inni, meg enni, meg ilyesmi, úgyhogy ez neki tök jó lesz. És van itt egy tusfürdő, ez a Blueberry nevezetű márka, és a természet minden megalkot, amire a bőrnek szüksége van. Ezért gyártjuk saját márkás testápoló termékeinket, és képviseljük a francia Zao Bio sminkmárkát Magyarországon. Nem hallottam még róla.
A bőr legnagyobb szervünk, mely funkciót is ellát, de csak akkor, ha egészséges, ez mondjuk teljesen így van. Célunk, hogy minél több emberhez eljussanak a tiszta természetes bőr valódi igényeit szolgáló értékes kozmetikumaink. Nagyon picurka, meg citromos illatú, nem szeretem a citromos illatú ilyen fürdőtermékeket, de utazás az amúgy ez tök praktikus, hogyha az ember kis, de nem is nagyon érzem az illatát. Nem nagyon lehet érezni, egy nagyon kis, finom, visszafogott illata van, majd valami utazós pakba be fog kerülni, ha valaha még lehet utazni, bár kicsit kétlem. A következő az a Neo Natur Cosmetics-nek a terméke, hát egy újabb natur márka. Érzékeny, irritációra hajlamos, problémás bőrre megoldást kínál. Te is megtapasztalhatod, hogy milyen az, amikor felélegzik a bőröd, milyen az, amikor magabiztosan akár smink nélkül élvezheted a hétköznapokat. Mi csak így hívjuk, hogy calming, tégelybe zárt növényi erő. És különböző termékek kerültek szerintem a dobozba, mert arckrémet, éjszakai krémet, sminklemosót, fényvédőt, kézkrémet és testápolót. Hát ez szerintem akkor az arckrém, igen, és azt írja, hogy minden gyógyerőt megtalálsz a problémás bőrnek. Hát ez nem hangzik rosszul, majd meglesem amúgy az összetevő listáját, mert azt én itt ezen nem látom. És ez a 16 plusz, az nem tudom, hogy miért teszik rá, mert szerintem igazából egy sima hidratáló krémet bárki használhat. Nyilván kisbabáknak, a gyerekeknek a bőre az érzékenyebb, de tök fölösleges besorolni életkor szerint, mert egy hidratáló krém az nem életkor függvénye. Viszont mindenkinek kéne egy kicsit hidratálni a bőrét, mert a környezeti hatások, a szél, a levegő, a fűtés, a meleg, a hideg, azok megviselik, úgyhogy én javaslom, hogy tényleg egy jó hidratáló krém, egy kis szérum esetleg, egy jó sminklemosó rutin nagyon sokat tud dobni a bőrünk szépségén, egészségén, és hát a fényvédelem, amit szintén nem szabad elfelejteni. Az utolsó termék pedig egy Inglot rúzs, ha jól gondolom, és hát az Inglot az egy lengyel sminkmárka, a lengyelek nagyon tudnak, bőrápolási vonalon is, és én próbáltam a múltkor két rúst az Inglottól, amit elküldtek teszteni is, és brutál jók, tök jó krémesek, úgy nem érzed a szádon, kellemes viselet volt, úgyhogy mindjárt meglesjük, hogy ez most milyen. Szóval 25 évvel Wojtek Inglot alapította, aki egy gyógyszergyárnál dolgozott, kutatóvegyészként. Célja az volt, hogy magas minőségű termékeket hozzon létre elérhető árakon. Az Inglot termékek az Európai Unión belül gyártják, ma a márket világszerte több mint 240 helyen árulják. Kínálatában rengeteg féle arcra, szemre, szájra való sminket találunk, valamint kiegészítőket, ecseteket professzionális minőségben. Az Inglot kozmetikumok világszerte elismertek és népszerűek a sminkmesterek körében, az óriási termékportfólióval rendelkező márka szinte végtelen számú megoldást kíván arc, testápolás területén, és divatmárkák és divatházak is használják kampányaikhoz. Ú, de szép! De szép amúgy. De annyi piros rúzsom van, gyerekek, hogy én ezt is kisorsolom köztetek most. Úgyhogy lent a komment szekcióban írjátok meg, hogy milyen videókat szeretnétek. Talán ez a legegyszerűbb ilyen tanácsadós rovat. Hát, ha akkor én is tudok fejlődni, amúgy ez a 302-es árnyalat, ha szeretnétek megnézni. És akkor... ha ezt megteszitek nekem, és fel is vagytok iratkozva a csatornára, akkor megnyerhetitek ezt a palettát, amiben bele fogom tenni a dobozba a palettát, és ezt a rúst. Úgyhogy léci, ha szeretnétek játszani, akkor ennyit tegyetek meg a kedvemért, és nyugodtan egy lájkot is benyomhattok, annak is nagyon tudok örülni. Szóval tök jók ezek a kis újságok is megismerni a márkákat, és akkor eljött az összegzés ideje, valamint van még itt egy Femini kuponkód, a Stella & Co-hoz, ami egy olasz divat cég, van egy kis leírás az egyik márkáról, illetve van a méregtelentő teáról is, és így ürült ki a dobozunk, tök sok minden volt benne. Hát egy paletta, egy rúzs, tehát sminkvonalon tényleg kielégítő, van benne egy parfüm,
ami tök jó illat is van, akkor hajápolási termékek is vannak, van egy tusfürdő testápolás vonalon, egy arckrém kozmetikum vonalon, van egy táplálékkiegészítő, egy tea, ami tényleg őszi, illetve egy tök jó kis hasznos szívószál, amit tényleg a mindennapokba be tudsz építeni, és egy kicsit jobban és lelkismert fordulás nélkül tudsz a környezetért tenni, ez bénán hangzott, szóval ez egy környezettudatos életmódnak az első lépcsőfoka lehet akár, és van benne egy ékszer is, úgyhogy én azt mondom, hogy ez egy tök jól sikerült doboz, van benne olyan márka, amit nem ismertem, olyan cég, magyar brand, van benne, elég sok minden olyan van benne, amivel nem futottam volna amúgy össze, ha nem kerül hozzám ez a doboz. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, ha igen, akkor iratkozzatok fel a csatornára, meg like, meg minden, illetve a játék miatt is megéri ezeket a lépéseket megtenni, és hát legyen nagyon-nagyon szép napotok, és leírhatjátok azt is, hogy mi tetszett ebből a dobozból, illetve hogy ti már vásároltatok-e Feminiboxot. Sziasztok!